8 éves korom óta kézilabdázom. Mohácson kezdtem el játszani, még Szedlák Nikinél, az MTL csapatában. Édesapám nagyon régóta kézilabdázik, még mindig. Az ő példáját követve szerettem volna én is sportolni már gyerekkorom óta, illetve hiperaktív is voltam, és valamit kellett csinálni, ezáltal jött a kézilabda. Akkor indult be itt Mohácson a lányoknál az utánpótlás, és emiatt lettem igazából kapus is, mert apukám is kapus, nagypapám is kapus volt, így én is kapus lettem. Igazából még a Fazekas Nándor, akire úgy nézek, hogy nagyon sokat tudok tőle tanulni, vagy hát tudtam. Most még a Niklas Landint szoktam követni, a pályafutását, ő tőle nagyon sok mindent tudok tanulni. Már abból is, hogyha csak a meccseit nézem, illetve esetleg Instagramon, hogy hogyan edz, mit csinál, ezek nagyon inspirálóak tudnak lenni. Jelenleg is tanulok a Pécsi Tudományegyetemen sportszervező szakon. Bízom benne, hogy jövőre sikerül befejeznem az egyetemet. Ez a célom most. Tanulok, sportolok, párommal vagyok, kutyámat nevelem. Ennyiből telnek a napjaim. Igen, van házi állatom, ősztücsike. Hát már másfél éve velem van, most lesz 2 éves, még kisbaba. Hát fajtájából kiindulva örök gyerek marad. Igen, szoktam, főleg most, hogy sokat vagyok itthon családdal. Így mikor édesapám meg édesanyám is dolgozik, akkor nyilván rám hárul az, hogy legyen ebéd, legyen valami az asztalon. Húha, hát sok kedvenc ételem van, igazából szeretem a lecsót, a paprikás krumplit, ezeket mind meg is tudom csinálni, amit még nagyon szeretek, az a köcsögös bob. Azt nem tudom, azt inkább apára bízom, de a lángost azt meg tudom csinálni hozzá. Pizzát is szeretem, azt is tudok csinálni igazából. Szerintem így ennyi, ami tényleg favorit. Minimum másfelet, de maximum szerintem ilyen 3 edzés, vagy 3 óra edzés.